Unokái tartják fiatalon Bodrogi Gyulát, Enikő és Bence több titkot is elárult nagypapájukról, többek között azt, hogy mi az a tárgy, ami mindig ott van a színművész zsebében. A Vigyázzat gyerekkel vagyok részlete után Bodrogi Gyulával és az unokáival beszélgetünk majd. Melyik az a tárgy, ami mindig van a papánál? Táskarádió, bicska vagy pipa? Melyik van mindig a papánál? Én megjelöltem. Igen, és így is van. Mindenki megjelölte. Helyes a válasz. Bicska. Szép volt, papa. Olyan jó kis papa. Gyerekek, okosak vagytok minden nap. Hát ennyi. Meg egyébként ez logikus is, mert a kolbászt mivel vágná fel az ember úgy, pipával. Ha nem lenne nála a bicska? A pipával, milyen jól lehet kolbászt darabolni. Nem azért, csak hogy lányom, hogy nem hazudunk. Ott van most is? Nem hazudunk, itt van, tessék. De miért van nálad mindig? Mert azzal lehet igazán jól enni. Enni, értem. Tehát amit az étteremben itt adnak... Mert azzal nem marcingolom a húst, hanem elvág. Köszönjük Bodrogi Gyulát és utokáit, Bodrogi Enikőt és Bodrogi Bencét, jó reggelt kívánok! Egyébként ez tényleg így van? Most itt is van bicska? Most is itt van? De igen, de nem biztos, hogy ugyanaz. Ja, mert hogy több is van most belőle. Most ez egy ilyen arany. Wow! Egyébként tényleg így van, tehát hogy egy jó bicska az annyi mindenre jó, tehát ha más, hanem tényleg akkor a húsit elvágy. Hát nem azért van arról, hogy ezen van kis penge. Persze. Van rajta sörnyító. Az fontos. Hát hogy mi? Hát ne viccelj, sörnyító nélkül sehova nem megyünk. Sörnyító nélkül nem megyünk sehova. Sehova, egy lépést nem teszünk. Na beszéljünk egy kicsit a műsorról, hogy éreztétek magatokat, Enikő? Hú, hát nagyon izgalmas volt, és szerintem nagyon jó volt. És vicces is volt egyben. És okosak is vagytok. Mint a nap. Igen. Az egyértelmű volt, Bence, hogy ezt ti elvállaljátok? Tehát szívesen mentetek? Há, vagy igen, hogy zajlott igen, ez? Igen. Nem tudtam, hogy mire várjak, de szerintem tök jó volt. Én imádtam. Művész úr számára egyértelmű volt? Hogy megy? Nem. Én azt mondtam, hogy kérdezzék meg a gyerekeket. Mert végül is ez egy ilyen versenyszerű kis valami volt. Igen. Ha van kedvük, akkor én szívesen ott statisztálok nekik. Hogyha nincs kedvük, akkor... De volt kedvük. De szemmel láthatóan volt kedvetek. Ilyenkor mindig az merül fel bennünk, hogy vannak olyan kis apró titkok vagy dolgok, amik kiderülnek a másikról, mondjuk amit nem akart a művész úr tudni, vagy a nyilvánosságra hozni, de az unokák elárulták? Nem, egyetlen egy volt, amit azóta is állandóan figyelek rá. Ők észrevették, hogy én autóvezetés közben gyakran így előre hajolok, és így ráhajolok a kormányra. És amikor a kérdések voltak, mondtam, hogy hát ezt ők vették észre, ez biztos így van, ezért nyertünk. Ó, igen, de azért ennyi mindent áruljuk elő. Itt egy produkciót láthatunk, jól látom? Volt egy kis éneklés, igen. Mi az, ami... belőle bármi, bocsánat. Nem. Mi most csak képet nézünk, azt hittem, hogy belehallgatunk? Ja, beleakadunk? Aha, most. Ja, hát persze, a klasszik. Jaj, süsű. Hát a süsű. Ma fog menni. Igen. 7 óra. Igen? Készülök. Na és azt mondjátok el, hogy mi az, ami a papában számotokra a legjobb, amit a legjobban szerettek vele kapcsolatban. Nyugodt? Pontosan. Nagyon nyugodt. Folyamatosan nyugodt. Hát én ezt nem gondolnám. Érdekes, én ezt nem gondolnám róla. Nyugodt a papa? Nyugodt. Igen. Színpadon is, mindenhol. De én tényleg nyugodt, hát kell is. Hát kívül nyugodt, belül nem tudjuk. Belül nem tudjuk. Mennyire gyakori, hogy közösen szerepeltek produkcióban? Hát mi nem is volt. Nem is volt. Ez volt az első? Tehát ős bemutatót láthatunk majd ma este? Ez biztos, mert együtt így még nem énekeltünk. Mint ahogy most itt néztem. Nem. Figyeljetek, és mi az, ami mondjuk a papában nem annyira jó, és mondjuk szívesen megváltoztatnátok? Hát ilyen is. De én tudok egy ilyen? Kíváncsi, hogy elmondják-e? Én hát tudják. A dohányzás. De ezt be is mondták. Be bizony. Én mondtam. És az, ami lesz? És akkor az, ami lesz? Sikerül? Jó úton vagytok? Igen. Valamikor a papa megkérdezi a kocsiban, hogy szabad-e rágyújtanom? Igen. És persze mi azt mondjuk, hogy persze szabad. De közben megcsóváljátok a körülbelül. Igen. Osztálytársak nézik? Ma nézik fogjátok, ti is összeültök így együtt? Hát van egy barátnőm, akit lehet, hogy át fogok hívni, és akkor ott vele fogjuk nézni, de így mindenki már így sokban van, hogy na, akkor 7 óra, akkor leülünk a tévével és nézzük. És akkor ez egy ilyen össznépű összegyűlés, és akkor együtt izgultak. Mennyi időt tudnak együtt tölteni, művész úr, így a nagy családdal? Ott keveset. Hát nekik több dolguk van, mint nekem.
Persze, mert persze. Iskolában, az iskola után tréningre, a tréning után a nyelvórára, mit tudom, hát... De azért van, adódik alkalom arra, hogy... Adódik, néha ilyen vasárnaponként is. Mit szoktatok ilyenkor csinálni? Fú, nem tudom. Hát a fiúknak biztos könnyebb közös programot szervezni, elmondja, nem? Biztos szerint. Vagy kis vadászat, kis vadászat? Vadászat már volt. Hát ritkábban, igen. Voltál már? Persze, voltam. Sőt, már őt is fácát. Ne, komolyan? Hát... Bezony. Enci, téged ez a program, ezt gondolom? Nem érdekel, mi? Különböző. Szó sincs róla. Nem? De az állatokat jobban sajnálja, mint minket. Szeretem az állatokat, nem akarom őket lelőni. Jó, hát persze ez messzire vezet, elő tudnánk beszélgetni. Így van. Jó, tehát akkor este, mikor pontosan 19? Enci mindjárt mondja. 7 óra, 19 óra. 19 óra. Mindenki nagyon várja, és mi is nagyon várjuk, már én kíváncsi vagyok. Egy-két titkot, hát ha mégiscsak megtudunk. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük a meghívást.